15 ember kellett az egyik petthajó megemeléséhez, hogy Tiszabecsnél vízre tegyék augusztus elején. A 9. felső-tiszai petkupát 15 csapattal, 50 kenuval és közel 300 fővel tudták megszervezni. Idén is nagyon nagy, tehát örömmel vettük, hogy Felvidékről is és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők, egy-egy hajóval, és a többiek Magyarországról a legtöbbje. Viszont van itt egy-egy csapatban Amerikából érkezők, Németországból érkezők, Hollandiából is érkeztek, tehát hogy mondhatni, hogy nemzetközi. 20 milliárd forintból 300 hektáros területen ipari és technológiai parkot alakítanak ki Fényes Titkén. A beruházó a község település rendezési tervének elkészítését is állja, emellett egy lakóövezetet is kialakítana. A három ütemben létrejövő parkban a tervek szerint nagy hangsúlyt fektetnek majd a zöld energia alkalmazására. Szeretnénk építeni kétféle elhelyezési lehetőséget, olyan kvalifikált ritka szakterületű embereknek családi házakat, egy 5-10 családi házat, és egy olyan tömszerű lakóépületet, ami egy emeletes ház, ahol pedig fiatalabb kollégákat tudnánk elhelyezni megfelelően normális körülmények között. Akár negyedére is csökkenthetnek Záhony önkormányzatának energetikai költségei egy jelentős beruházásnak köszönhetően. A város 7 középületének fűtési rendszerét és áramellátását alakították át. Az intézményeket a jövőben a föld hőjének hasznosításával fűtik, az áramot pedig napelemekkel hozzák létre. Jelentős megtakarítás lesz majd az energetikai számlákban. Én azt gondolom, hogy a mostani durván 20 millió forintos energetikai költségeket le tudjuk vinni ennek a felére vagy negyedére. Most fog kiderülni, majd most lesz az első fűtési idény, amikor láthatjuk, hogy mekkora megtakarítást okoz. Ez a város szempontjából nagyon nagy előny, mert elég szűkösek a forrásaink, tehát ezeket a megtakarításokat, egyéb fejlesztésekre tudjuk majd fordítani. Új óvodát adtak át augusztus 20-án a nemzeti ünnepen leveleken. Az 1200 négyzetméteres épületben 5 csoportszobát alakítottak ki, a hozzátartozó fürdőszobával, kiszolgáló helyiségekkel. Teljesen akadálymentesítették az óvodát, így a mozgásukban korlátozottak és meg tudják közelíteni. Becsüljük az embert, amikor óvodát építünk a jövő nemzedékének. Becsüljük az embert, amikor az óvoda felépítésével segítséget nyújtunk a dolgozó szülőknek, akik szerető és korszerű környezetben tudhatják gyermekeiket intézményünkben. Becsüljük az embert akkor is, amikor biztos, kiszámítható és méltó munkakörülményeket biztosítunk az óvodában dolgozóknak, azoknak, akikre gyermekeinket bízzuk nap mint nap. Ez az épület, amely előtt állunk, nem csak egy óvoda, amely a világ bármely pontján fel lehetett volna építeni. Nem, ez az óvoda a miénk. A leveleki embereké, a levelekiek szándékából közös erőfeszítéssel, összefogással épült. Nem csak egy óvoda, hanem egy üzenet. Itt levelek jövője épült meg. Szociális bérlakásokat adtak át augusztus végén Bökönyben. A támogatott családok maximum 5 évig használhatják a bérlakásokat, amiért havonta 10 000 forintot kell fizetniük. Vannak, akik nem várják meg az 5 évet, hanem minél előbb szeretnének saját lakásba költözni. Sztojka Attila kormánybiztos az átadón hangsúlyozta, éppen ez a program legfőbb célja. Ebben a törekvésben pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élen jár az országban. A most épült házak, azok ugyan nevét illetően szociális bérlakásnak vannak nevesítve, de mindinkább ezeket már jóval kinőtték, és én egy kezdetházaknak nevezném, mégpedig annak a kezdete, amely a hosszú távon a fő cél az, hogy az emberek önmaguk legyenek képesek a saját lakhatási helyzetükön javítani. És ezek a kezdetházak arra megfelelőek, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedve stabilizálják az ő foglalkoztatásukat, majd aztán utána a kormányzati családpolitikai támogatások igénybevételével saját lakáshoz jussanak, saját házakhoz. Bökönny az ingatlanok építésére és felújítására 200 millió forintot, a felzárkóztató programok és a rendezvények lebonyolítására pedig további 200 millió forint támogatást kapott.